A tanulói teljesítmény mérése és ennek nyomán az értékelés nyilvánvalóan megkerülhetetlen feladata a tanításnak. Egyrészt ugye tájékoztatást ad a pedagógusnak arról, hogy hol tart a gyerek, hogy hol van esetleg elakadás, hogy mik azok az ismeretek, mik azok a készségek, képességek, amelyekkel rendelkezik, és mik azok, amelyeket elvárnánk tőle, de még nem. Másrésztről pedig tájékoztatást ad a gyereknek is, és ez megint csak egy nagyon fontos vagy hangsúlyos eleme lesz a mai alkalomnak is, erre többször fogok majd hivatkozni. Egy rövid elméleti felvezetést engedjenek meg nekem általánosságban a mérés értékelésről, alapvetően az értékelésről, de ugye ezt minden esetben megelőzi a mérés, a pedagógiai mérés. Alapvetően erről a három fajtájáról szoktunk beszélni a pedagógiai mérés értékelésnek, a diagnosztikus, a szummatív és a formatív értékelésről. Katalin, szeretném megkérni, hogy a monitor képét azt legyen szíves lekapcsolni, ott a neve mellett talál egy olyan lehetőséget, ahol ezt meg tudja tenni, mert hogy így folyamatosan fogjuk követni, legalábbis én folyamatosan éppen Mézga Gézaékat látom, tehát lehet, hogy azt érdemes lenne kikapcsolni. Szóval visszatérve, a három fajtájáról szoktunk beszélni a mérés értékelésnek, diagnosztikus, szummatív és formatív értékelés. Diagnosztikus értékelés az, ami alapvetően a tanár tájékoztatja. Nagyjából azt mérjük vele, ugye, hogy mit hoz a tanuló, mire tudunk építeni. Ez egy nagyon fontos eleme a pedagógiai mérésnek. Mégis egyébként azt gondolom, hogy ezt viszonylag ritkán alkalmazzuk. Bemenetkor érdemes természetesen ezt mérni. Azért alapvetően ez egy nagyon időigényes folyamat, és hát különösen érvényesen az, hogy pontos mérőeszközt igényel. Leginkább abban az esetben, ugye, hogyha nem kizárólagosan ismereteket szeretnénk mérni, hanem képességeket, készségeket és jártasságokat. Ehhez egészen pontos mérőeszközökre van szükségünk, hogy ezt pontosan tudjuk mérni. Nem gondolnám egyébként, hogy alapvetően ez mondjuk tanított tanárnak a feladata, hogy ilyen jellegű mérőeszközöket összerakjon. A szummatív, azaz összegző értékelés, mérés értékelés az alapvetően a tanárt és a diákot egyaránt tájékoztatja. Méghozzá arról, hogy mit tud a tanuló abból a tananyagból, vagy abból az anyagból, amit leadtunk neki, tehát itt valahol a közös munkánkat, vagy leginkább a közös munkánkat mérjük. Alapvetően a tananyag elem lezárásához szoktuk ezt társítani, megint csak egy egészen időigényes folyamat, különösen, hogyha a témazárókra gondolunk, ugye a hosszadalmas ezeknek legtöbb esetben a javítása, sok idő, mire vissza tudjuk vinni, arról nem is beszélve, hogy ilyenkor már mi az, ami érdekli leginkább a diákokat. De a legnagyobb probléma a szummatív, az összegző értékeléssel kapcsolatban azt gondolom mégiscsak az, hogy nem mond semmit arról, hogy hol akadt el a tanuló, hogy hol volt az a pont, ahonnét már nem értette, ahonnét már igazából nem tudtunk volna ráépíteni, vagy valamit építeni, mert hogy egy bizonyos tudás ellen nincs meg neki, és megint csak nem, ugye ismeretekről beszélek elsősorban, hanem mondjuk képességekről, készségekről. És mégis haladtunk tovább, és a végén kapunk a szummatív értékelés során egy olyan visszajelzést, hogy itt bizony gond van, viszont azt arra vonatkozóan kevesebb információnk jön ennél az értékelési típusnál, hogy hol is történt ez az elakadás, mi az a pont, ahol még tudott minket követni a tanuló, és mi az, ahonnét már nem. A formatív, azaz segítő vagy támogató értékelés, ez az, amivel kapcsolatban ma a legtöbbet szeretnék elmondani. Szintén jellemzője, hogy a tanárt és a tanulót egyaránt tájékoztatja, de alapvetően nem arról, hogy mi az, amit elsajátítottunk mondjuk egy nagy témakör végén, hanem arról, hogy hol tartunk. Leginkább jellemzője ennek a típusú értékelésnek az, hogy folyamatos, tehát hogy állandóan jelen van. És
És valami lecsúszott nekem itt a diának a végéről, amit még biztos nagyon szívesen elmondtam volna. Amikor kérdezünk, az ott nincs befejezve az a mondat, ezért elnézést kérek. Minden esetre a formatív segítő értékeléssel kapcsolatban a jellemzők itt vannak. Attila, Főző Attila kollégám a legutóbbi, vagy egy korábbi webináriumi alkalommal ezt nagyon szemléletesen értékeltette, hogy milyen meghatározó szerepe van a tanulás-tanítás folyamatában a formatív értékelésnek, amikor egy utazáshoz hasonlította az értékelést, a tanulói értékelést, hiszen kitűzünk magunk elé egy célt, egy úti célt, és az nem túl szerencsés helyzet, hogyha megérkezésünkkor szembesülünk azzal, hogy nem éppen odaérkeztünk, ahova szerettünk volna, az különösen nem, hogyha mondjuk osztálykirándulás esetén a fele társaságot igazából valamelyik átszállásnál elhagytuk. Egyébként, és ezért beszélünk, azt gondolom, ma egyre többet a formatív értékelésről. Azt hiszem, hogy a szummatív értékelés az értelemszerűen olyan nagyon jelen van, tehát az oktatási gyakorlatunkban, hogyha lezárunk egy témakört, akkor általában azért vagy valami feleltető módon, tehát valami szóbeli számonkérés útján, vagy pedig valami dolgozat, írásos dolgozat útján, de hogy valamilyen módon biztos, hogy számot adnak a tanulóink arról, hogy meddig jutottak a tananyag feldolgozásában. A formatív vagy segítő értékelés viszont kevésbé praktikus vagy jó gyakorlatokkal bír a mai pedagógiai gyakorlatban. Viszont azt rögtön kiemelném már itt az elején, hogy ennek azért leginkább praktikus korlátjai vannak. Ugyanis formatív értékelést végzünk akkor is, ugye, amikor egy-egy megkérdezett diák által adott helyes válasz nyomán nem megdicsérjük a tanulónkat, vagy adott esetben instruáljuk a folytatáshoz, esetleg közösen keresünk utakat arra, hogyan oldjuk meg egy problémát. De ugye 45 perces órakeretben 25-30 fős osztály létszám esetén azért ez nem könnyen megoldható, hogy minden diákunk minden feladat után kapjon ilyen jellegű visszajelzést. Használjuk a formatív értékelési eszközt akkor is, amikor rögt dolgozatot iratunk mondjuk a diákjainkkal. Egy-egy részprobléma megoldása kapcsán, a témakör tanulása során több ponton. És ebben az esetben mondjuk egy-egy 45 perces órának az első 5-10 percében lényegében minden tanuló válaszol, viszont kevésbé van esélyünk arra, hogy azonnali visszajelzést adjunk még akár azon az órán a diákok számára arra vonatkozólag, hogy mi az, ami helyes volt a válaszaikban és a megoldásaikban, és mi az, ami nem. És mondjuk, hogyha adott esetben napokkal később vagy egy héttel, vagy két héttel később tudjuk csak kiosztani, akkor ugye szembesülünk mindannyian azzal, hogy a tanulóinkat leginkább az érdekli, hogy kettes fölé vagy négyes alá az eredmény, az a legkevésbé sem, hogy mit rontott el. Erre nem kifejezetten lehet azt építeni, hogy tanuljon a hibájából a tanuló. Lehet tágítani a formatív értékelésnek a lehetőségeit mondjuk a csoportmunka szervezésével, vagy hogyha csoportokban dolgoztatom a diákokat, ahol adott esetben mondjuk a csoportok teljesítményét értékelem. Aztán kiválóan lehet tágítani a lehetőségeit a formatív értékelésnek azzal, hogyha a társét értékelésre építek, tehát a tanulók egymás munkáit értékelhetik. És megint csak jó eszköz a formatív értékelés támogatására az önértékelésnek az eszköze, ahol minden tanuló lényegében a saját teljesítményét, a saját haladását ellenőrzi és értékeli egyben.
Az utóbbi kettőhöz, a társértékeléshez és az önértékeléshez már Főző Attila korábbi előadásában elhangzottak jó példák, ilyen volt például a Scribeless. Én egy másikat említenék, egy másik alkalmazást, ez az Anydo, ami megint csak a checklist szerepét tudja ellátni a folyamat során, de ugyanígy jó alkalmazás tud lenni a Trello is, trello.com címen elérhető, és alkalmas tud lenni a formatív értékelésre akár egy gondolattérkép, mondjuk a társértékelés esetén jól használható egy gondolattérkép is arra, hogy egymás munkáját értékeljék a gyerekek, vagy bármilyen online együttműködést támogató alkalmazás. Azért mégiscsak elengedhetetlen, hogy visszajelzést, és lehetőleg minél gyakrabban és minél pontosabban visszajelzést a tanártól, a diák a tanártól kapjon, és adott esetben leginkább a legpraktikusabb vagy a legszerencsésebb az, hogyha személyre szabottan, de hát ahogy ezt korábban említettem, ugye ennek praktikus korlátja az osztálylétszám és mondjuk a 45 perces órakeretek. Arra, hogy ezekre a problémákra választ adjunk, ma azt hiszem, hogy a legjobb megoldásnak az elektronikus tanulói válaszadó rendszerek kínálkoznak. Angol nyelvterületen LRS rövidítéssel szokták ezeket illetni, ezeket a válaszadó rendszereket. A Learning Response System kifejezésnek a betűszó rövidítése. Ugyanis az LRS rendszerek természetükből adódóan a kiértékelés idejét lerövidítik, hiszen azonnali visszajelzést kap a tanuló. Nem csak az említett példa miatt lesz ez számunkra fontos, ugye mondtam, hogy két héttel később már csak az fog érdekelni a tanulót, hogy kettes alá vagy négyes fölé az, amit kézbe kap visszajelzésképpen a tanártól. A kiértékelés lerövidülése, vagy kiértékelés idejének lerövidülése abból a szempontból is azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ma a gyerekek már egy jó ideje egyébként, nem a most általános korosztály az első olyan generáció, amelyik ahhoz van hozzászokva mondjuk elsősorban az online alkalmazások, az online játékok használatából, vagy használatából adódóan, hogy azonnali visszajelzéseket kap arra, hogy amit csinált, azt jól csinálta, tovább tud lépni, megkapta érte a pontot, vagy nem. Ez az igény talán ma még fokozottabb, mint korábban volt. Ma egyre kevésbé biztos, hogy önök is tapasztalják, ma egyre kevésbé vehetők rá arra a tanulók, hogy a későbbiek során megadott válaszaik kapcsán visszatérjünk arra, hogy mi az, ami problémás volt, és ezeket esetleg javítsák. Azt hiszem, hogy ez sok tekintetben ebből adódik, hogy maximálisan hozzá vannak szokva ahhoz, hogy folyamatos és azonnali visszajelzést kapnak a teljesítményükről. Ehhez kapcsolódik ugye a másik nagy előnye az elektronikus tanulói válaszadó rendszereknek, a tanuló azonnal tájékozódhat. Nem maradt ki belőle egyetlen tanuló sem. Említettem már az előbb, abban az esetben, hogyha csak a szóbeli kérdezés lehetősége adott számomra, abban az esetben mondjuk jó esetben egy 45 perces órán meg tudok szólítani 10-15 diákot. A tanulói válaszadó rendszerek esetében természetesen minden kérdés kapcsán minden tanulót meg tudok szólítani, ez óriási előny. És még egy óriási előnye ezeknek a rendszereknek, hogy egyszerű rájuk építeni standard mérés-értékelési rendszereket, tehát valakik által kidolgozott, adott esetben jól bemért mérés-értékelési rendszereket könnyen rájuk lehet építeni. Erre egyébként az utóbbi időben több és nagyon izgalmas kísérlet történt már, és ezek lényegében folyamatosak ezek a fejlesztések. Én is részt vettem egy olyan munkában, ahol több ezer kérdés legenerálásán vagy létrehozásán dolgoztunk, és ezek kapcsán, tehát a munkának az
az izgalmasabb része az volt, hogy a kérdések azok nem csak összedobálva jelentek meg, hanem a struktúráltságukat leginkább az adta, hogy a kerettantervi fejlesztési kimeneti követelményekhez lettek hozzáfűzve, minden egyes kérdés ezekhez a kimeneti követelményekhez és ismeretekhez lettek hozzáfűzve. Tehát az elképzelés alapvetően az volt ezzel a gyűjteménnyel kapcsolatban, hogy a pedagógus, hogyha azt mondja, hogy ő ezeket az ismereteket szeretné fejleszteni, és ilyen fejlesztési követelményeknek szeretne megfelelni, akkor rögtön le tudjon szűrni magának 10-100 000 kérdést, amikből válogathat, jól bemért kérdést, amikből válogathat, és ennek nyomán tudja a tanulói teljesítményt mérni. Az eleges rendszerek kapcsán, ha egy kicsit a történetüket nézzük ezeknek a rendszereknek, akkor első körben ezek az úgynevezett szavazórendszerek jelentek meg. Ugye ma is jó pár ezek közül forgalomban van, és viszonylag jól használhatók. Hát a korlátozottságukat az adja, hogy mondjuk szöveges válaszadásra nincs lehetőségünk, így a nyílt végű kérdések megválaszolása az nem adott a tanuló részéről. Mégis arra jól lehet használni, hogy a pedagógus mondjuk az együtthaladást azt folyamatosan tudja kontrollálni, tudja mérni, folyamatos visszajelzést tudjon kapni a diákoktól arról, hogy mindenki érti azt, amivel foglalkoznak, vagy valaki lemaradt is. Ha ez kritikus számot ér el az osztályban, akkor biztos, hogy érdemes ezzel újra foglalkozni. Balról haladunk egyébként jobbra a PPT képen. Középtájon lehet látni már azokat az eszközöket, ezek az új generációs tanulói válaszadó eszközök, ugye, amelyek már kijelzővel rendelkeznek, és ez nem csak abban a tekintetben jelentett óriási lépést, hogy szöveges választ is tud adni már ezen keresztül a tanuló a feltett kérdésekre, hanem a tekintetben is, hogy kérdéssorokat lehetett velük, vagy lehet velük összeállítani, és ezen keresztül lehet tanulói méréseket csinálni. És azt gondolom, hogy most már ezen is túllépünk hamarosan, mert hogy a mobil eszközök, amelyek sok esetben ott vannak a diákok kezében, vagy alternatíva, hogy az iskolának van olyan eszközparkja, aminek segítségevel ilyen mobil eszközöket lehet használni. Tehát minden esetre most már egy külön tégla, vagy egy külön eszközt nem igényel az elektronikus tanulói válaszadó rendszer, hiszen akár egy mobiltelefonra telepíthető applikáció, akár egy internetkeresőből, egy browserből indítható megoldás most már kiválóan tudja ezt a helyzetet kezelni, és ezen keresztül ugyanazokat, vagy még több lehetőséget el lehet érni, mint lehetett az új generációs válaszadó rendszerekkel. Ezek közül, ez utóbbi közül, vagy az utóbbiak közül hármat említenék meg, az egyik ez a magyar fejlesztésű, ezt egyébként egy egészen fiatal csapat fejlesztette, ez a Redmenta. Most eszembe jutott, hogy mintha a Redmentások is tartanálak kifejezetten a Redmentáról egy webináriumot, erre nem mernék most ebben a pillanatban megesküdni, de azt hiszem, hogy van egy ilyen megajánlott időpont, ezt érdemes lesz majd megnézni a választható programokban a digitális témáiknak a honlapján, de ezt az egyik, vagy ezt a lehetőséget említeném meg elsőként, aztán a másikat, a narancssárga az talán sokak. Igen, Német Mónika itt írja nekem, hogy igen, tartanak. Nem rémlik, hogy azért zavart meg egy pillanatra, mert most elgondolkodtam, és nem rémlik, hogy én vittem volna fel ezt a webináriumot, de én is úgy tudtam, hogy tartanak. Lehet, hogy ennek még nincs meg a pontos időpontja, de hogyha megvan, akkor az remek. Szóval tovább lépve a narancssárga kis ikon, az a Szókratívnek az ikonja, vagy logója, ami megint csak egy nagyon jó megoldás ezek között a lehetőségek között, különösen a tekintetben, hogy nem csak browserből indítható
a szokratív, hanem ingyenesen telepíthető mobileszközre, akár az iskolai tabletre, akár a gyerekeknek a készülékére. És a harmadik, amit ebben a körben megemlítenék, az pedig a Prométhiennek a megoldása. A Prométhiennek egyébként mind a három generáció kapcsán volt megoldása a tanulói válaszadásra. Az alsó sorban ezeket lehet látni, az a tojás formájú, az az Aktivót nevű eszköz. A középső, az a szürke, az Active Expression, aminek a monitor képén ez ki is van írva, ez a megnevezés, és a harmadik generációs terméke, ami a legújabb és a legváltozatosabb, az pedig a ClassFlow, amivel kapcsolatban nézni is fogunk néhány példát a későbbiekben, hogy mit is lehet vele kezdeni, és hogyan lehet használatba venni. Ahogy a Szókratívnál említettem, ClassFlow-val kapcsolatban ugyanaz a helyzet, hogy mobileszközre telepíthető szintén, viszont azt tudom, hogy a Prometheus fejlesztése most abban a fázisban áll, hogy egyelőre a magyar nyelvű felület az beta, tehát az még kezdetleges állapotban van, és az Android eszközökre, az androidos operációs rendszerekkel működő eszközökre egyelőre nem telepíthető, csak az iOS-esekre, tehát csak iPhone-ra. Úgyhogy, de nagyon várjuk, hogy ez hamarosan megoldódik, és elérhető lesz nálunk jellemzőbb androidos eszközökre is az applikáció. A ClassFlow-val kapcsolatban még annyi, hogy most a közelmúltban történt egy igen jelentős frissítés az alkalmazáson, aminek következtében ezzel egészen meg is leptek engem, ugyanis ma reggel néztem rá, és valamikor a napokban, vagy egészen a közelmúltban történhetett. Ezzel meg is leptek engem, mert hogy kicsit más a felület, mint ahogy ez korábban kinézett, de nem ez volt az igazi meglepetés, hanem az, hogy azt tudjuk, hogy a kezdetektől a ClassFlow-t azt a Promethean igyekezett úgy kialakítani, hogy amennyiben a browserben, ahonnét megnyitja a felhasználó, a magyar nyelv van alapértelmezettként beállítva, abban az esetben a ClassFlow magyar nyelven jelenik meg, egészen pontos fordítással. És a meglepetés pedig az volt számomra, hogy sajnos ez még nem teljes, úgyhogy a példa, amit meg fogunk nézni, az ebben az esetben angol nyelven fog történni, tehát angol nyelvű felületet fogunk látni, és ezt mindenkinek mondanám, hogy aki szeretné kipróbálni, annak ezt a megoldást kell választania, hogy a browserben, a beállításokban a nyelvet át kell állítani amerikai angolra, és akkor lesz elérhető teljes funkcionalitásában a ClassFlow. Amikor ez a fordítás ez jól használható lesz, tehát amikor a magyar nyelvi felület is jól használható lesz, akkor ez egy óriási előnye lesz mondjuk a Szókratívvel szemben, amelyiknek magyar nyelven nem elérhető ugye, a felülete. A kérdezés lehetősége. Alapvetően, hogyha elektronikus mérés értékelésről beszélünk, akkor gyakori ellenérv ezzel szemben, ezzel a lehetőséggel szemben, hogy nagyon korlátozottak a lehetőségek, hiszen kvízről beszélünk, nagyon korlátozottak a lehetőségek, igazán nagyon beszűkült az a tér, amiben mozoghatunk, és aminek kapcsán mérhetjük a tanulói teljesítményt. A következőkben jó pár dián arra szeretnék néhány példát mutatni, hogy milyen módon és milyen mértékben lehet ezeket a lehetőségeket tágítani. Ezen a dián azt lehet látni, ide a zárt végű kérdéseknek egy típus felsorolását tettem ki táblázatos formában. Ugye, hogyha zárt végű kérdésekről beszélünk, akkor ezekről a műveletekről beszélünk, ez lehet választás, sorképzés, összehasonlítás vagy összefüggés elemzés, ezt szokták relációanalízisnek is nevezni, és ezen belül pedig különböző típusokat említhetünk meg. Fontos azt látnunk, hogy a különböző típusok azok
adott esetben egészen másfajta gondolkodást igényelnek, egészen másfajta feldolgozást igényelnek a tanulóktól. Az utolsó zöld oszlopban számomra ez lesz most a számunkra talán ez lesz most a legtanulságosabb, pedig azt lehet látni, hogy, és ez már is annak az eszköze leginkább, hogy hogyan tágíthatjuk ki az elektronikus válaszadásnak a lehetőségeit, hogy korán se gondoljuk azt, hogy kizárólag ismeretek mérésére alkalmas ugye, az elektronikus válaszadás technikája. Az utolsó oszlop azt jelzi, hogy ugyan a választásnál, ugye az alternatív és a többszörös választásnál az ismeretet látjuk megnevezve, itt alapvetően arra tudunk rá kérdezni, de hogy a többinél ott szerepel a megértés is. És hogyan is? Hoztam mindegyikre egy példát a fönti felsoroláshoz kapcsolódva, és nem olvasnám föl ezeket a kérdéseket, de hogy ezt mindenki megteheti, miközben néhány szót mondok az egyes kérdések kapcsán. A példáim igyekeznek arról szólni, hogy korán sem csak információ visszakérdezésére alkalmas annak a lehetősége, hogy elektronikusan kérünk a gyerekektől választ. Hogyha választástípusú kérdésről beszélünk, akkor olyan adott, hogy egy kijelentés igazság tartalmát kell például eldöntenünk. Egészen másfajta gondolkodást igényel, hogyha egy jelenséget, vagy egy adott esetben egy folyamatot írunk le, és ezzel kapcsolatban a megoldás helyességéről kell döntenünk. Aztán megint csak másfajta gondolkodási művelet, hogyha egy kérdés kapcsán kell döntést hoznunk, ezek ugye gyakran alkalmazott az eldöntendő kérdések esetében. Aztán jönnek ez a multiple choice típusú kérdések, tehát ez a választásos típusú kérdések, amik között megint csak különbséget tehetünk, például a között, hogy egy jó válasz van, egy exakt jó válasz van a kérdés megoldása nyomán, de mennyivel másabb a kérdés abban az esetben, vagy mennyivel másabb a feladat abban az esetben, hogyha nem egy jó választ kell kiválasztanunk, hanem a legjobb választ kell megtalálnunk a megadott lehetőségek közül. Aztán természetesen is erre minden LRS rendszer alkalmas, hogy nem csak egy jó választ jelölhetünk be adott esetben egy választásos kérdésnél, hanem esetleg többet. És megint csak más lesz a feladat, és egészen másra irányulhat, és más gondolkodást indíthat be, hogyha rossz válaszokat kell kiválasztanunk egy feladat kapcsán. Az illesztéses típusú feladatokból is több van. Az egyik ilyen jellemző típus az egy az egyhez típusú illesztés, amikor minden elemhez egy másik elem, egy másik halmazból egy másik elem társítható. Aztán vannak a disjunkt, azaz kizáró halmazokhoz kapcsolódó illesztések, amikor adott esetben több helyre is betehetünk itt a felsoroltak közül. Bocsánat, egy halmazba ugye több elemet is betehetünk, viszont hogyha valamelyik egy helyre bekerült, az biztos, hogy nem kerül be a többi helyre, vagy nem kerülhet be a többi helyre. És vannak azok a típusú illesztések, amikor osztályozást végzünk, ebben az esetben egy elemet több csoportba is elhelyezhetünk. Az utóbbi háromnál, az illesztéses típusú feladatoknál, mind a háromnál jeleztem az instrukció vagy a feladat kiírása alatt, hogy leginkább praktikusan feladatsorként oldhatók meg ezek. Ebben az esetben, amit most látunk, ugye egyszerűen mondjuk a párosítás típusú feladatként lehet megoldani, mert hogy felsorolom az egyes betű jeleket, és ahhoz kell hozzátársítani, vagy fordítva, tehát kiíródik a tanuló számára a
szöveg és az egyes betűjeleket kell hozzájutásítani. A másik esetben ugye vagy betűjelekkel, vagy számjelekkel jelölöm a felsorolt elemeket, és megint csak egy párosítás típusú feladattal meg tudom oldani egy feladatsorban ezt a feladatot. A harmadik esetben pedig megint csak leginkább párosítás, vagy egy multiple choice quiz típusba egy feladatsor nyomán megoldható a feladat. Aztán a sorképzés típusú quiz, vagy nyílt, zárt végű feladatoknál ugye alapeset, hogy időrendi sorrendet kell felállítani a válaszadás során a diákoknak. Azonban ez a sorrend ez jelenthet mennyiségi sorrendet is. Itt megint csak egy kicsit különlegesebb válaszadási lehetőséget igényel a feladat megoldása elektronikus válaszadó rendszerrel, viszont fogunk erre nézni példát a Classflow-ban, hogy ma már vannak egy nagyon jó megoldások rá. A sorképzésnek van egy egyéb fajtája, aki elolvassa és látja a feladatot, az rájön, hogy az előző kettőben semmiképp nem sorolható be, mégis egyfajta sorrendiséget kell itt is jelölnünk. Az összehasonlítás vagy relációválasztás típusú feladatoknál én itt megint csak feladatsort jelöltem, de itt a feladatsor csak azért fontos, mert hogy lényegében több feladat nyomán kell, ugye helyes, vagy több feladatra kell választ adni a diákoknak, de hogy alapvetően ez egy relációválasztás, tehát egy egyszerű, adott esetben multiply choice típusú kérdés, quiz kérdésként megoldható feladat. És itt zárul a zárt végű kérdéseknek a sora, és azóta, amióta az új típusú válaszadó rendszerekről beszélünk, azóta mindenképp érdemes számot vetnünk azzal is, hogy a nyílt végű kérdések válaszadására is lehetőségünk van elektronikus válaszadó rendszerekkel. A gyűjtő táblázatban, amit itt látunk, nem mindegyikre fogunk látni a későbbiekben megoldást, viszont jó párat le lehet képezni elektronikus válaszadó rendszerrel. És itt már azt is látjuk, ugye, hogy megint csak, ahogy az előzőekben az fel volt tüntetve, hogy egyrésztről ismeretet viszonylag egyszerű számon kérni vagy visszakérni a tanulóktól, másrészt viszont támogathatja a megértés, az alkalmazásnak a lehetőségét, és hát azt, hogy ezt mérjük elektronikus válaszadó rendszeren keresztül. Rövid válasz egy szóval, egyértelmű, megint csak a feladatsor az csak azért van, mert hogy több elemet kell megnevezni a tanulónak. Rövid válasz betűjellel, megint csak itt ugye nem szükséges feladatsorban gondolkodni, mert egyetlen kihagyott elem van. Megint csak feladatsor, rövid válasz számmal, itt ugye az évszámokat kell a tanulónak jelölnie. Egész is ki a mondatot, egy kifejezés, egy szöveges kiegészítés, egy kihagyott mondatrész esetén. Aztán ugyanez a helyzet, csak több kihagyott mondatrész kapcsán. Feladatsor nyomán megint csak megoldható. Nagyon izgalmas, és szerintem nagyon jól használható, hogyha mindezt táblázatos formában oldjuk meg, egyszerűen számokkal jelölve a kihagyott részeket, és ezt kell helyettesíteni a diáknak. Ugyanez a helyzet az ábra kiegészítése kapcsán. És a formalizált összefüggések kiegészítése kapcsán is. Bocsánat, és egy, mint hogyha elmaradt volna pont, amire a legelején felhívtam a figyelmet, igen, valahogy ez ebbe a diába nem került be. Az elején említettem a zárt végű kérdések kapcsán, az zárt végű kérdések kapcsán az összefüggés elemzést itt, és azt is előrevetítettem, hogy a relációanalízis lesz erre.
kapcsán, egy összetett mondat kapcsán arról dönt a tanuló, hogy az állítás igaz, és az indoklás is igaz, az állítás hamis, az állítás igaz, de az indoklás nem indokolja egyértelműen az állítást, és azt hiszem 4 vagy 5 féle ugye ilyen választási lehetőség van. Ez egészen komplikált gondolkodási műveletet kíván már a tanulótól. A kiegészítésképpen itt látom, hogy de ezt mindenki látja, gondolom, mert hogy ez minden résztvevőnek, minden résztvevőhöz eljutott. Ugye a Redment a Food Vintage alatt Szokratit nem szereti. Classflow-t még nem teszteltem, én most tesztelem egyébként a Classflow-t, és ezzel nincs problémám, csak hogy a magyar nyelvre állított browserben még egyelőre kevésbé működött, de hogyha a nyelvválasztás az amerikai angol, akkor úgy tűnik, hogy gond nélkül fut a rendszer. Visszatérve a diára, miután a kérdésekről, vagy a kérdés típusokról és arról, hogy hogyan lehet a lehetőségeiket kitágítani, megnéztük ezt a néhány példát. Még néhány szót arról szeretnék beszélni, hogy a képességfejlesztésnek milyen módon tud jó eszköze lenni, vagy milyen módon tud eredményesen használható eszköze lenni a tanulói válaszadó rendszer. Összegyűjtöttem néhány példát, amiket én szoktam használni a tanulókkal való foglalkozásokon. Kapjon a tanuló egy szöveget, hozzá egy szövegértési feladatsort, akkor már is szövegértés fejlesztéséről van szó. Nézzen meg egy mozgóképes előadást, nagyon gyakran használom ezt is, akkor hallás utáni szövegértést fejlesztek, hogyha ennek nyomán kell kérdésekre válaszolnia. Vizsgáljon meg egy térképet, ugye, és válaszoljon kérdésekre, hasonló a helyzet, csak itt a térkép olvasás az, ami mondjuk történelem és földrajz kapcsán kiemelt jelentőségű. Oldjon meg egy algoritmikus feladatsort, és ehhez írja le a lépéseket, vagy mérjen meg jelenségeket természettudományos foglalkozásokhoz, és írja le a részeredményeket, vagy a végeredményt. És akkor már is olyan mértékig kapcsoltam be a feladatmegoldás folyamatába a kérdés feltevést, hogy nem utóbb tájékozódok arról, hogy az az eredmény, amit kaptunk, az helyese vagy nem, hanem lényegében a folyamat során folyamatosan nyomon tudom követni a tanulói teljesítményre, a tanulói munkát. Adott esetben önálló feladatmegoldásnál ugye ezek mind önálló vagy csoportos tanulói feladatmegoldásokra irányulnak ezek a típusú képességfejlesztő feladattípusok, és ezek kiválóan alkalmazhatók arra, hogy folyamatos visszajelzést kapjak, és ott segítsek, vagy ott avatkozzak be a folyamatba, ahol erre szükség van. Most egy kicsi technikai szünet következik. Önök valószínű, hogy a diát fogják még egy ideig látni, viszont amint sikerül megosztanom az asztalomat, ez most úgy tűnik, hogy meg is történt, akkor már is az asztalomat látják, és akkor átnyalgalnék arra, amit említettem, hogy a Classflow-val kapcsolatban szeretnék még néhány dolgot mutatni a továbbiakban. Classflow.com címen elérhető, ingyenesen használható alkalmazás. Azt érdemes tudni, hogy van számos olyan lehetőség, ezek nincsenek kint az oldalon, tehát hogy nem olyan típusú lehetőségekre gondolok, vagy nem olyan típusú lehetőségekről beszélek, hogy mondjuk 7 kérdéstípus kapcsán csak 4 érhető el, hanem olyanokról, mint például a tanulói adatbázis importálása és a mérési eredmények összefűzése az iskolai rendszerrel. Tehát ilyen lehetőségek nem adottak az ingyenesen elérhető alkalmazásban, mert hogy a Prometheusnek van megoldása
intézményi szinten arra, hogy hogyan lehet ezt jól és egységesen használni, viszont ez már előfizetéssel jár, de azt gondolom, hogy a napi pedagógiai gyakorlatban kiválóan használható az ingyenes alkalmazás. Egy egyszerű regisztrációt igényel, a regisztrációt úgy, ahogy most már általában mindenhol megtehetjük egyébként egy Facebook felhasználói fiókkal, vagy egy Google felhasználói fiókkal is. Én most éppen a digitális témahét Google fiókjával léptem be, itt már bent is vagyok, úgyhogy üdvözöl is engem, hello digitális témahét felszólítással a rendszer, tehát ez már is a felhasználói fiókon belüli képe a Classflow-nak. Mi az, amit itt találunk? Hát amire fölhívnám rögtön a figyelmüket, az az, hogy az egyes lehetőségek kapcsán hogyan hozzak létre leckét, hogyan hozzak létre kérdéssort, hogyan alkossak kurzust, és a többi, és a többi. Ezekhez mindhez a Show Me How lehetőségnél az adott, hogy videón és szöveges tájékoztatásban is megnézhetjük, és kapunk egy ilyen így kezd el típusú tutoriált. Angol nyelv ismerete szükséges hozzá, hangsúlyozom, hogyha végre élő és jó használható lesz a magyar felület, akkor ez a probléma megoldódik. Fönt a menüsoron azt lehet látni, hogy most éppen a home felületen vagyok, tehát ez a kezdő oldala, a classes felirat alatt tudom kezelni, rögtön be is jön itt nekem egy tájékoztató vagy tutoriál videó. A klasszis felület tudom kezelni az osztályaimat, tehát itt tudom létrehozni, és én itt tudom nézni az eredményeiket. My Resources, az lesz ugye a saját gyűjteményem. Itt rögtön felhívnám arra a figyelmüket, ezt nem sok ilyen típusú mérésértékelési rendszernél láttam, hogy könnyedén összehangolható, szinkronizálható a Dropboxommal, a Google Drive-ommal, a OneDrive-ommal, és még a OneDrive for Business-szel is. Ez azt jelenti, hogy adott esetben nem kell nekem lementegetnem képeket, diákat és feladatsorokat, hanem hogyha itt megvannak, akkor egyszerűen egy szinkronizált lehetőségen keresztül innét rögtön be is húzhatom, vagy innét rögtön használhatom őket. Az első lehetőség ez a saját forrásanyagaim, ugye itt most ez üres, mert ugye egyrésztről nem szinkronizáltam össze még semmivel ezt a felhasználói fiókot, másrészt még nem hoztam létre semmit. Tovább megyünk, ez most kevésbé lesz számunkra érdekes, de hogy itt tananyagok vásárlására is van lehetőség, egyébként pedig számtalan tananyag, de ezek egyelőre angol nyelvűek. Számtalan tananyag elérhető a marketplace-en. Még mielőtt frissítették egyébként a Classflow-t, már hát olyan 3000-es nagy, tehát olyan ezres nagyságrendűen 3000 körüli volt a magyar felhasználók száma. Ez egy határozott cél volt a Classflow fejlesztése kapcsán, hogy egyben legyen egy közösségi tér is, és a megosztás végtelenül egyszerű legyen, és egymás tananyagait a tanárok tudják használni. Remélem, hogy a későbbiekben majd a magyar nyelvű tananyagok is sokasodnak itt. És a more továbbiak lehetőség alatt pedig az egyes mérések nyománi riportokat érjük el itt, és a beállításainkat itt tudjuk megtenni. És hogyha tovább megyünk, akkor felhívnám a figyelmüket erre, amit most nem fogok elindítani, de hogy egy instant whiteboard lehetőség is van, nem szükséges hozzá nekem semmiféle telepített interaktív tábla alkalmazás, hanem csatlakoztatom az interaktív táblát, a browserből megnyitom ezt a lehetőséget, megnyitom a Classflow-t és elindítom ezt a lehetőséget, és interaktív táblás alkalmazásokat érek el ezen keresztül. Van egy lehetőség, amin keresztül csetelhetek a tanulóimmal, ez ugye
osztálytermi keretek között kevésbé érdekes, de mondjuk, hogyha nem jelenléti a foglalkozás, akkor érdekes lehet, és van egy olyan lehetőség, hogyha tovább megyek, ami pedig egyfajta díjazást, egy kitüntetést biztosít, vagy ennek a lehetőségét, a tanulóimat pontozhatom ezen a felületen, és mindenféle gamification kitűzőkkel tudom megajándékozni ilyen módon őket. Visszatérnék a Classishoz, mert hogy alapesetben ez az, amit első körben létrehoz az ember, létrehoz a tanár, először is megalkotja az osztályát, ad neki egy nevet, ez lesz most a digitális témahét osztály, és kiválaszt hozzá egy típust. Két lehetőség közül választhatunk, vagy a diákok fogják létrehozni lényegében a saját felhasználói, vagy a saját hozzáférésüket a kérdéssorunkhoz, vagy az óránkhoz az első alkalommal, vagy pedig a tanár hozza létre ezeket, és ebben az esetben a diákok, ez a biztonságosabb és a praktikusabb egyébként, ebben az esetben a diákok bejelentkezés után a saját nevüket tudják kiválasztani. Én ezt a lehetőséget fogom választani, számos más metaadatot meg lehet még itt adni, de hogy erre most nekünk nem lesz szükségünk, hogyha itt a szévre mentek, akkor már is létrehoztam az első osztályomat. Amint létrehoztam az osztályomat, ugye mivel azt a lehetőséget választottam ki, hogy a tanár adja meg az osztályát, vagy hozza létre az osztályát, a tanulóit ő viszi föl, ezért rögtön érdemes ezzel folytatni. És egyszerűen fel tudom vinni az összes tanulómat, természetesen ezt egyszer kell megtennem, attól a pillanattól a későbbiekre vonatkozóan ez az osztályom itt élő lesz, és bármikor tudom használni a későbbiekben az elektronikus válaszadás vagy kérdezés lehetőségét. Ehhez az osztályhoz egy kiküldött kód alapján, amit már is lehet látni, mindig az osztályhoz társítja ezt a kódot, mint ahogy más alkalmazásokban is ez így szokott történni, már is az osztályhoz társítja ezt a kódot, ami alapján majd a tanulóim be tudnak jelentkezni. Ez a QR7 5G ebben az esetben. Hogyha valaki veszi a fáradtságot, én be fogok jelentkezni egy másik browserből, de hogyha valaki veszi a fáradtságot és bejelentkezik úgy a browserébe, vagy megteszi azt a beállítást, hogy amerikai angol nyelvre állítja a nyelvet, és classflow.com/learner URL címen bejelentkezik az órára, akkor ezen keresztül már is neki ki fogom tudni küldeni a kérdéseket. Miután az osztályomat létrehoztam, az osztállyal egyelőre más dolgom nincsen, viszont érdemes létrehoznom a saját forrásaimat. Én onnét kezdeném ezt, hogy létrehoznék egy leckét, és szándékosan nem egy felmérőt vagy egy kérdéssort mutatnék először. Ez ki fog derülni a későbbiekben, hogy miért. Ugye kiválasztottam a lesson lehetőséget, a new, azaz új gomb megnyomása után. Ez megint csak kell adnom egy címet, ezen kívül itt más adat megadásra nem szükséges, és amint ez megtörtént, nekem már is megvan az első létrehozott leckém, ide most tölthetnék be képeket, írhatnék ki szövegeket, stb., de nem ezt szeretném megmutatni, hanem azt szeretném megmutatni, hogy abban az esetben, hogyha én ezt megosztom, akkor hogyan fog ez működni, és milyen lehetőségem lesz arra, hogy LRS rendszerként használjam a bemutatómat. Igen.
Elindítottam a megosztását, és hát elindítottam lényegében a létrehozott leckémnek a megosztását. Most azt lehet itt látni, hogy egyelőre senki nem jelentkezett be az órámra, de ezt én meg fogom tenni. Itt egy nullát látok, ami annyit jelent számomra, hogy egyetlen tanulója nincs az óránnak. Ahhoz, hogy ezt tudjam tesztelni, és a későbbiekre mindenkinek ezt javaslom, praktikusan azt érdemes tenni, hogy egy másik browserben beírni a kódot, QR75G, és bejelentkezni tanulóként. Ugye, ahogy említettem, itt nem a tanuló adja meg a saját nevét, hanem egyszerűen kiválasztja, hogy ki ő az osztályból, és a lehetőség arra, hogy én kérdéseket tegyek föl online a tanulóim számára, az már is adott. Ezt nézzük meg, mert hogy éppen ezért leckét és nem kérdéssort hoztam először létre, ugyanis van lehetőség ad-hoc kérdéseket feltenni, akár az előadásom, vagy a tanórám, az itt létrehozott leckém kapcsán, hogyha megnézzük, itt a jobb oldalon kiválasztottam a StartPoll nevű eszközt, vagy ikont, és itt felajánlotta nekem a következő lehetőségeket, amit lehet látni, tehát itt van szöveges válaszadási lehetőség, van számos válaszadási lehetőség, klasszikusan az igaz-hamis típusok és a multiply choice, vagy a többszörös választás lehetősége, ezen túl ez általában a Promethean válaszadó rendszerekben megtalálható Likert skála véleménymérésére is van egy kreatív válaszadási lehetőség abban az esetben, adott, akár egy képre rajzoltathatok a gyerekekkel, vagy megjegyzéseket írhatok a gyerekekkel, és a válaszban ilyen kreatív módon, tehát akár ők is fényképeket tudnak rátenni, akár ráírni, rárajzolni, és ilyen kreatív módon kapom vissza a válaszokat képként tőlük. Ó, szuper, hárman be is jelentkeztek a tanulóim közül. Kilépek a leckéből, és a következőben a kérdéssor létrehozását fogom megmutatni. Valójában nagyon egyszerű dolgom van itt is. Meg kell adnom egy címet a kérdéssoromnak. Ezt mindenképp elvárja tőlem, de hogy a későbbiekre nézve komoly jelentősége nincsen, hogy milyen típust választok ki. Itt, és itt is van lehetőségem különböző metaadatok nyomán még pontosan bekategorizálni ezt a kérdéssort. Különösen akkor van igazából ennek jelentősége, hogyha a későbbiekben is szeretném használni, és pláne akkor, hogyha a megosztásra szánom, könnyen beazonosítható akkor, hogy mire lehet használni az adott kérdéssort. És miután ez megvan, a biztonság kedvéért rámentek, ez most már ne vesszen el ez a kérdéssorom, és itt fönt, egy kicsit takarásban megjelenik egy add felirat. Igen, egy kicsit lassú. Megjelenik egy add felirat, ami mentés után aktívvá válik, és ezen keresztül tudok kérdéseket hozzáadni a feladatsoromhoz. Itt lehet látni, itt már szélesebb ugye a lehetőségek tárháza, tehát többfajta kérdés típusból választhatok, és ennek nyomán össze tudom rakni a feladatsoromat. Én most az egyszerűség kedvéért kiválasztok egy multiply choice típusú kérdést. Értelemszerűen ide fog kerülni a kérdés, és aztán itt van lehetőségem megadni azt, hogy mik lesznek az alternatív választási lehetőségek. Természetesen tudok hozzáadni további válasz lehetőségeket, meg tudom adni
hogy melyiket fogadom el helyes válasznak abban az esetben, hogyha helyes válasz van. És most éppen azzal szembesültem, hogy de itt van a feedback. Azt hittem, hogy ezt nem fogom megtalálni. De hogy van lehetőségem, és ez megint csak egy nagyon jó és jól használható megoldása a ClassFlow-ban. Van lehetőségem arra, hogy helytelen válasz esetén valamiféle üzenetet kapjon a tanuló arról, hogy nem csak, tehát ez praktikusan akkor szerencsés, hogyha nem csak arról tudom tájékoztatni, hogy nem sikerült helyesen válaszolnia, hanem arról is, hanem valami segítő támpontot tudok adni a következő választásra, mert hogy természetesen meg tudom adni azt is, hogy adott esetben ne csak egyszer próbálkozhasson a tanuló, hanem próbálkozhasson többször, vagy egészen addig próbálkozhasson egy válaszadással, amíg a helyes választ meg nem találja. Ezzel az egy kérdésre én most mentem. A feladatsoromat kilépek a szerkesztő felületről, már is itt a saját forrásanyagaim között megjelent, ugye a létrehozott lecke mellett ez a feladatsor, és hogyha azt mondom neki, hogy a digitális témahét osztályomnak ki szeretném küldeni, akkor a bekapcsolódott tanulóim láthatják, hogy a kérdésként a kérdőjelet és a három választási lehetőséget. Én pedig itt tudom nyomon követni azt, hogy kitől kaptam már választ, és ez a válasz az helyes volt, vagy nem volt helyes, és a korábban mutatott report résznél pedig pontosan meg tudom nézni, hogy mennyi időt szánt a tanuló a válaszadásra, és ha nem volt helyes, akkor mi az, amit válaszolt.